Az Úr Jézus Krisztusnak szeretetével köszöntöm a Budapest Európa Televízió nézőit a mai Ébredés című műsorban. A Lukács evangéliumából olvasom a 6. rész 27. versétől az igét. Így szól hozzánk Isten igéje. Az új fordításból olvasom. Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza. S amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok, hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok. És a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e a vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, s akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem. S ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A hegyi beszédnek Lukács evangéliumbeli változata ez. Sokféle tanítás van benne, és azt hiszem, hogy egészen más, mint amit addig az emberek hallottak. És azt hiszem, egészen más, mint amit ma is hallunk. Hiszen a rádió, a televízió, reklámok mind azt csugalják, valósítsd meg magadat, told át a saját énedet mindenkin keresztül, a te akaratodat érvényesítsd, hiszen te vagy a fontos, te vagy a lényeges. Ezt mondják nekünk, hogy higgyük el, persze nem igaz, mert Isten a fontos. Ő az, aki arra tanít bennünket, hogy emeld fel a tekintetedet. Az én szabadításom a hegyekről érkezik, onnan fentről, a magasságból, szemeimet a hegyekre emelem, mondja a Zsoltáros. És Jézus egy teljesen más világ, teljesen más törvényszerűségeit hozza elénk. Nem akarom elsorolni, hiszen most olvastam. De más. Azt mondja, add oda magad. Légy önfeláldozó, amint ő is az volt. És majd meglátod, meg lesz ennek a jutalma. Kedves televízió nézőm, tudsz-e ilyen életet élni? És akkor majd meg lesz az a jó gyümölcs, amelyet jó fa terem. És akkor majd meg lesz a jutalom, amit most nem olvastam, pedig benne van ez is a Szentírásban. A te atyád, aki titkon figyel téged, majd megfizetnék egy nyilván. Kívánom a megújult életben Jézus Krisztussal tessenek együtt élni, tanácsot kérni tőle, megtanulni tőle az ő szelídségét és alázatát.
persze szelíd, akkor lehet igazán az ember, ha tudja, hogy ő már győzött. A győztes hadseregben nem lekezelően, hanem szeretettel, de tudom szelíden elengedni azt, ami a másiknak még fontosabb. Nekem semmi nem fontos, hiszen az enyém nem itt van, hanem odafent. Kívánom kedves nézőimnek, hogy tudják így kezelni a mindennapokat. Tudjanak megszabadulni az anyagi, a lelki terhektől, és akkor egy boldog, Krisztusban teljes, másoknak hasznos és segítőkész életet tudnak élni, csupa boldogsággal és örömmel, amint ezt mi magunk hívő keresztjének nap mint nap megtapasztaljuk. Szeretettel fordulok ma esti vendégemhez, Medgyessy Lajosnéhoz, Iluhoz, aki az ő életén keresztül remélem, hogy fel tudja mutatni nekünk az élő Jézus Krisztust, hiszen ő is Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. És mivel minden embernek az életével Istennek terve van, nyilván a te életeddel is, kedves Ilu, így van. Mi évek óta ismerjük egymást, ezért elnézést kérek a nézőktől, hogy tegeződünk, de hát furcsa lenne, talán éppen az lenne a furcsa, ha magázódnánk, ugye? Hova képzelte téged Isten, milyen családi környezetbe helyezett? Először is szeretettel köszöntöm én is a kedves televíziónézőket, és hát elmondanám, hogy egy vidéki kisvárosban egy olyan családba születtem, ahol igazából a hit nem volt mindennapos cselekedet, a szüleim nem voltak vallásosak. Egy évben egyszer, ha elmentünk búcsúba az édesanyám falujába, akkor elvitt engem a templomba, de igazából ez nem jelentett semmit a számomra. Egy testvérem halva született, és egy bátyám, aki 8 év korkülönbséggel a mai napig él, ők voltak az én családom. Nagyon egyszerű, de nagyon becsületes emberek egyébként. Igen, Isten az ő szeretetét a becsületességen keresztül fel tudja mutatni, és én tudom, hiszen ismerem a családotok történetét már annyira, hogy azt tudom mondani, hogy valóban tiszta és becsületes életet igyekezett élni mindenki közületek. Templomba ugyan nem jártatok, de talán volt valaki a családi környezeten kívül, egy szomszéd néni, vagy egy tanító néni, vagy egy barátnő, akivel talán előkerült Isten kérdés az életedekben? Hát gyerekkoromban ez nem igazán, bár voltak nagyon kedves emberek körülöttem, akár tanárnő is, akit sose felejtettem el, ez meghatározó volt az életemben. Kisiskolás koromban is, vagy felnőtt koromban is voltak ilyen tanárok, akik tényleg átadták a tudásukat, és öröm volt velük együtt ott lenni az órákon. Voltak kedves szomszédok, illetve hát a szüleim arra megtanítottak, hogy esténként imádkoztam még gyerekkoromban, egész kicsi korban, és a mi atyánkot úgy elmondtam minden este, de valahogy ez így elkopott, ahogy nőttem. Ugye ez nem volt számonkérés, nem volt fontos már a szüleim számára, és ez így elmaradt az életemben. Igazából nem volt semmiféle elmúlt hitélet. Elmúlt a babázás, és elmúlt a mi atyánk imádság is, a gyermekséggel együtt. Na de ez csak a te oldalad. Istennél nem múlt el, sőt, hogyha egy kicsit visszamegyünk az elejére, én úgy tudom, hogy már az is egy csoda, hogy megszülettél. Hát igen, maga az a csoda, hogy életben maradtam, Isten kegyelméből, csak akkor én még ezt nem tudtam, meg a szüleim se így mondták, csak annyit mesélt az édesanyám, hogy nem sírtam fel. És hát ugye ott élezgettek, és mint egy frissen vágott csirkét, ugye az orvos tartotta kezébe engem, és az anyukám akkor nyugodott meg az orvos is, amikor felsírtam. Aztán másfél éves koromban történt az, hogy nagyon beteg voltam, kórházba kerültem vakbélgyanúval, és arra emlékszem, hogy kaptam egy macit, bizonyára azok az emberek, akik hasonló korúak, mint én, hiszen 58-ban születtem, és ugye nem nehéz kitalálni, hogy 59 éves vagyok, azok talán emlékeznek erre a játékmacira, ami egy ilyen kis barnaprűs macika volt, és amikor ugye elfordítottuk, akkor sírt, és másfél évesen erre emlékszem, erre a képre, hogy ott fekszem egy ágyba, és beteszik mellém ezt a macit, és úgy sír. Aztán később egy olyan dolog történt, hogy még akkor is kicsi voltam,
hogy nagyon magas volt a lázam, és az édesanyám, amikor már vagy 3 dunnát rám rakott meg, már mindent betakart, vagy mindent rám rakott, amit csak lehetett, és még mindig reszkedtem a takaró alatt, akkor Isten küldte azt a gondolatot az összem gondolataiba, hogy segítségre van szükség, és ekkor elment a szomszédba, és hát felhívta, hogy segítsen. És amikor a néni megmérte a lázam, hogy 41,5 fok, akkor azonnal ledobált mindent rólam, illetve hát már előbb ledobálta, mert látta, hogy nagyon piros vagyok. Anyukám ott sírt, hogy mi lesz a kislányával, és hát mi az, hogy vizes törülköző, miközben ő már mindent rám rakott, és hogy hát mi fog velem történni. És a néni tudta, hogy mi a dolga. Ugye rám tette ezeket a vizes dolgokat, és mire kijött az orvos, addigra már csak 39,5 fok lázam volt. Isten már akkor is vigyázott rám, és mellettem volt, csak akkor még nem tudtunk róla semmit. Egy életmentő szomszéd néni beavatkozása volt nekin keresztül. Isten szeretete megjelent a számodra. Hát aztán véget ért az iskola, az általános iskola, kezdődött a középiskola. Mit választottál? Mi volt, amit szerettél volna? Hát én mindig így irodai munkát szerettem volna végezni, és hát emiatt ugye megtanultam a gyors és gépírást, leérettségiztem, és hát elhelyezkedtem egy ipari nagyvállalatnál, ahol dolgoztam, illetve hát akkor ugye fiatal voltam és tinédzser, és hát a munka mellett nagyon sokat jártunk szórakozni, táncolni, hát akkoriban ez volt a divat. Mindenki ezt csinálta, mi magunk is. Más lehetőség igazából egy vidéki városban nem is nagyon volt. Miután már mondjuk elmentünk, miután már dolgoztunk, ugye akkor azért voltak ilyen lehetőségek, hogy busszal felvittek bennünket Pestre, és akkor mindenféle színházi előadásokra jártunk, ezeket néztük, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt, hogy munka után este elmentünk, éjszaka hazaérkeztünk, reggel korán kelés, munkába menés, hát ez volt a kikapcsolódás. De az ember bírta. Bírta, persze, hát fiatalok voltunk. És még Istenről még mindig nincs szó, ő még mindig a háttérben, ő türelmesen várt. Igen. És várta azt a pillanatot, amikor majd végre egyszer megszólíthat téged. De hát Isten maga a szeretet, és a szeretet az eljön az ember életében, egy fiatal leány életében, szerelem is, nem csak szeretet. Hogy volt ez a te esetedben? Hát volt egy barátom, aki életem első kapcsolata volt. Aztán megismerkedtem egy másikkal, és hát ő lett a gyermekemnek az édesapja. Hát nem én voltam az egyetlen, aki korábban világra hozta a gyermekét, mint ahogy a 9 hónap bekövetkezett volna ugye a házasságkötés után. Akkoriban sajnos ez nem így működött, mint ahogy kellett volna, nem volt ez sem krisztusi. Nem vagyok rá büszke, de hát a múltamat nem tagadhatom meg, és ez is hozzátartozik az életemhez. Előbb jött a gyermek, mint a házasságkötés, és hát megszületett így a gyermekem, és így mentem férjhez, bár szerelmes voltam a férjembe, és azt gondoltam, hogy életünk végéig együtt maradunk. És ez így is lett? Hát nem így sikerült, ezek az én emberi gondolataim voltak, és az én emberi vágyaim, de hát ugye Isten nélkül éltünk, és mivel a férjem úgymond még nem élt, mert ő tényleg nem élt, én a második lány voltam az életében, ő még élni szeretett volna, de ezt a házasságkötésünk alatt kívánta úgymond véghez vinni, és hát az, hogy én ehhez mit szólok, vagy nekem ez hogy esik, ez nem volt kérdés. És hát ugye egyre nagyobb mértékben, míg a végén elhagyott. És akkor jött egy nagy szomorúság. Hát nagyon összetörtem, mert hogy én minden emberi eszközt megpróbáltam annak érdekében, hogy őt megtartsam. Milyen eszközök vannak egy lánynak vagy egy asszonynak az életében, hogy megpróbálja a szeretett férfit megtartani? Hát elmegy mondjuk egy jóshoz, elmegy egy csillagjóshoz, elmegy akár egy boszorkányhoz, vagy mindenféle ördögi praktikákhoz nyúl, mert azért azt úgy hallottuk, hogy hát azért ezek működnek, mert hallottam azért én Istenről, meg az ördögről is, de hát ugye egyiket se tapasztaltam meg, és ez a helyzet számomra egy nagyon, nagyon keszekusza helyzet volt, és nagyon olyan, amit nem akartam, és valahogy azt kaptam, azt sugalmazták, hogy nem az Istenre, hanem a másikra van szükségem, és csak az, aki engem tud segíteni,
abban, hogy őt megtartsam. Tehát hála Istennek, hogy ezek a praktikák nem működtek. Nem lettem senkinek az úgymond elpusztítója, hiszen ezek mind erről szóltak. Igen, ezek az átkok. Milyen érdekes ez valóban, hogy az ember fordulhat Istenhez, és fordulhat a sátánhoz is. És automatice a sátánhoz fordul. Ezen is látszik, hogy mi valóban a bűn szülöttei vagyunk, bűnben fogant az én anyám, mondja a zsoltáros, és egyből ez a természetes, hogy a bűnös utat válasszuk. Valahogy nehéz is elképzelni, hogy mondjuk Isten egy szerelmi bájitalt keverne, de valahogy az ördögről azt el tudjuk képzelni, mert ő az, aki varázsol, és mindenféle ezoterikus dolog is hozzá tartozik. És hát én úgy tudom, hogy abban az időben ezek a dolgok érdekeltek téged, ilyen környezetben is forogtál, ugye? Igen, ez egy betegség kapcsán kezdődött egyébként, mert az, amiért kisgyerekkoromban kórházban voltam, az felnőtt fejjel ki is jött rajtam, mert vakbél gyanúval bevittek a kórházba, és egy napig vizsgáltak, mert nem tudták, hogy most tulajdonképpen nőgyógyászati problémám van, vagy vakbél gyanúm van, és Istennek hálát adok utólag is, hogy végül is megműtöttek időbe, mert perforáció előtt volt a vakbelem, és nagyon-nagyon nehezen gyógyultam. Ismét egy zászlócska, amit Isten kitűzött a te életedre, egyet a születésnél, egyet a kisgyermekkorban, egyet később a magas lázas esetnél, és most egyet íme itt, amikor éppen akkor kerülsz orvoshoz, mielőtt perforálódna a vakbeled. Igen, és de nagyon nehezen gyógyultam. Még a műtét után 3 hónappal is nagyon-nagyon magas volt a fehérvérsejtem, és akkor fordultam úgymond természetgyógyászokhoz. Sajnos nagyon sok ostobaságot csináltam ennek kapcsán. Petroleumot ittam így gyomorra, mert a természetgyógyász ezt javasolta, de én nagyon szerettem volna meggyógyulni és jól érezni magamat. És amikor láttam már az ellentmondásokat, pedig akkor még nem is jártam hitben, akkor egyik napról a másikra azt mondtam, hogy nekem ez nem kell. És akkor én ezeket a dolgokat magamtól abba hagytam, és utána lettem jobban. És utána ezek eltűntek. Hogyan említetted, hogy amikor az ember egészségileg elesett állapotba kerül, akkor szalad fűhöz, fához, ahogyan mondják, akár az ördöggel is cimborálok, csak legyek egészséges, mintha az egészség az fontosabb lenne, mint az örök élet. Persze, amikor az ember ilyet mond, akkor még nem tudja, hogy van örök élet, és hogy az mindennél fontosabb, az Isten ismerete maga, na de eljutunk majd azért oda is. Örülök, hogy Isten megint ott volt a háttérben, és úgy igazgatta a gondolataidat, az érzéseidet, hogy csalódj ezekben a természetgyógyászati praktikákban, és önként elfordulj ettől. Persze ilyenkor azért ennek van egy következménye, mert a bűn zsoldja a halál, mondja a Biblia, és hát az ember élete, ugye kesze-kusza, ahogyan láttuk, fordultál ide, fordultál oda, csináltál ezt, csináltál amaszt, és hát bizony elég kaotikus az élet ebben az esetben, ott maradtál végül is egyedül, elhagyott ez a férfi, és hát egy egyedül nevelő édesanya nem feltétlenül egy könnyen párt találó valaki, de azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezt úgy belülről is érzi az ember, és keres és kutat. És sikerült találni valakit utána? Igen, sikerült, de még szeretnék visszakanyarodni ahhoz, hogy amikor ugye elhagyott a férjem, és én teljesen összetört állapotban voltam, Isten akkor talált meg, és én akkor találtam rá. Ebben a természetgyógyászatosdiban, ebben a küzdelemben volt ugyanis ott egy asszony, akivel annak idején ott együtt jártunk, és ez az asszony volt az, aki ebben a nehéz helyzetben Isten eszközként használt az én életemben, mert ő adta a kezembe az első Bibliát. És akkor kezdtem el olvasgatni ugye ezeket az üzeneteket. De először még ugye úgy olvasva, hogy mindig a másik a hibás, ugye én vagyok az, aki ebbe az egészbe ugye ártatlan vagyok, és ugye magamat mentettem fel. És akkor kezdtem el úgymond foglalkozni a hitélettel. És hát eljutottam egy olyan helyre, ahol szembesültem a bűneimmel, és ott jutottam hitre, és utána történt a párválasztás, de hát még az sem ugye a legjobb volt, mert még nagyon kezdőhívő voltam. És hol volt ez a hely, ahol hát ez nyilvánosságra került, hogy van hát ez Isten? Is egy,
És hogy neked vannak bűneid. Hát ez is egy érdekes dolog, mert hát én úgy mentem oda, hogy nem tudtam, hova megyek. És ki ajánlotta? Keresztény testvérnő, és ez, aki, ugye, akitől kaptam a Bibliát, hogy hallott egy olyan bemissziós helyről, ahol felekezet nélküli emberek, bárki elmehet, szóval nincs az, hogy most kikötés lenne, hogy ki milyen háttérből jön, vagy akár ateistaként is. És így jutottam el Torbágyra, Via Torbágyra, és az is nagyon különös, illetve hát Istennek a kegyelme, hogy ugye ott majd egy évet kell állni, sorba várni, hogy az ember bejuthasson, legalábbis abban az időben úgy volt, hogy nagyon sokan akartak menni. Én októberben voltam először csendes héten, és januárban már ott voltam a csendes napon, és januárban már ott voltam a csendes héten. Hát nyilván nagyon nagy mélységekből jöttem, hiszen az okkultizmus az nagyon-nagyon jelen volt az életemben, ugye a férjemmel kapcsolatos nehézségek is ugye ott nyomasztottak, és ugye maga az állapot, hogy egyedül maradtam, és kilátástalannak tűnt minden, hiszen nem volt munkahelyem se azzal, hogy elvesztettem a férjemet, ugye a munkahelyemet is elvesztettem, mert ez ahhoz a KFT-hez kötődött, amit a férjemmel közösen alapítottunk. Segélyt nem kaptam, mert nem jelentett le a TB felé. Szóval minden úgy összecsapott fölöttem, úgymond a hullámok, és nem volt emberi segítség. Bár utólag hálát adok Istennek, mert megpróbáltam, hogy mondjuk este iszok egy üveg sört, és nagyon rosszul voltam. És utólag hálát adok, mert mi lett volna, ha ízlik? Mi lett volna, ha ízlik? Másnap kettőt iszok, vagy a végén alkoholista lesz belőlem? Isten ezt nem akarta. Nem férfiak karjaiba kötöttem ki, nem a bosszú nem vitt el más felé, vagy szóval tényleg azt mondom, hogy Isten annyira szeretett, hogy a legjobb helyre vitt, a felé vitt, hogy tartott elém egy tükröt, hogy szembesített azzal, hogy milyen ember vagyok. Mert én addig azt mondom. Híres ez a hely, Via Torbágy, a magyar belmisszió Via Torbágy, Liza néni, ahogy ugye ismerjük őt, vagy ismertük őt, mert már otthon van a mennyben. Csodálatos asszony volt, sok embernek az életében használta őt Istennek, éppen a tiédben is. És úgy tudom, hogy egy különleges, ez is egy érdekes eset volt, hogy hát magánál, Liza néninél a beszélgetése való várakozás is, azt hiszem, talán néha évekre előre be volt osztva minden perce, és veled is így volt. Nem. Én megadtam azt az ajándékot, hogy azon a héten volt Liza néni utoljára Torbágyon, mert hétfőn költözött be az otthonba, és pénteken 00:30 ott voltam nála beszélgetésen. Na most, amikor oda kerültem, üres volt a papír, amit kaptam, amire fel kellett volna írnom a bűneimet. De aztán hallottam ezzel egy... Ezzel kezdődik a hét, ugye? Igen. Hogy figyeljünk arra, hogy Isten hogy szól hozzánk, hogy mi az, amit bűnként látunk az életünkbe. De én nem láttam semmit. Én nem láttam két napig semmit. És akkor hallottam a csoportvezetőnknek a bizonyságát, és utána kezdtem el írogatni a papíromra. Na mi volt ez a bizonyság? Mondjuk el. Hát ez a csoportvezető fogorvos volt. De már 40 év fölött volt akkor, amikor ugye én oda kerültem, már jól bejárott a praxissal, és elmondta, hogy fiatal kezdő korában, hát bizony azon a helyen, ahol ő szolgált, hát elhozta a fogászati eszközöket, és hazavitte magának, mert hogy így egy könnyebben volt a lehetőség arra, hogy megnyissa a saját rendelőjét, de amikor hitre jutott, akkor ezek az eszközök elkezdték őt vádolni. Uh-huh. Égette a szemeit, meg a szívét, és fogta az összes ilyen dolgát, és visszavitte abba a faluba, ahol ő kezdett fogorvosként, és becsöngetett az akkori, több mint 20 évvel korábbi helyére, és annak az orvosnak elmondta, hogy miért jött, és visszaadott mindent. Na most ennek a hatására az az orvos is megtért. Az orvos is elindult az Úr Jézus felé. Hát igen. Micsoda egy csoda. Igen, és hát én onnantól kezdve kezdtem el felírni a saját bűneimet. Hát péntekre már nem volt hely a papíron, már annyira tele volt, hogy már a sorok közé is írtam. Először jó nagy betűkkel írtam, mert hát ugye nem sok van, hát hamar betelik az oldal, de utána már a sorok közé is be kellett írogatnom, már megfordítottam, már nem volt olyan hely, ahol pedig csak címszavakat írtam fel. És mentem Liza nénihez, és hát úgy szégyeltem magam, mondom, édes Istenem, hát
én ilyen ember vagyok, ilyen voltam, hát nem, én ezt nem hiszem el, hogy erre én mind képes voltam. De hát ott volt a papíron, így képes voltam rá. És akkor, mikor bementem Liza nénihez, akkor mondom, lesül a képemről a bőr, hát rá sem értem nézni, hogy mondom, mit gondol rólam, és akkor azt mondta, hogy nem ez a fontos, ami ott van a papíron, hanem hogyha kellene, akkor kész lennék-e arra, hogy erről beszéljek. És mivel kész volt a szívem erre, azt mondta, hogy nyugodtan tépjem el, mert ezek meg vannak bocsájtva, hiszen ott van a papíron. És amikor mentem vissza a gyülekezeti házba, ahol voltak az alkalmak, igen, akkor ott történt az, hogy az úton menve úgy éreztem, hogy repülök, és hogy megkönnyebbedett az egész életem. Hát csoda történet ez, és azt hiszem, hogy Liza néninek egy nagyon kedves emlék lettél, hogy te voltál talán az utolsó, aki ott abban a Biatorbágyi kisházikóban megtért az ő szent színe előtt, és mi is ketten borultatok oda együtt hálaadó imádságban az Úr Jézus elé, és akkor behívtad Jézust a szívedbe, az életedbe, kérted, hogy formáljon át, ismertessen meg magával, vegye át az uralmat, a parancsat, és vezessen téged tovább. Hát ezelőtti ideig ugye nem is volt talán Bibliád, és ez a volt barátnő volt, aki először kezedbe adta a Bibliát. Ezután, az idő után azt hiszem megváltozott ez, és ez a Biblia, ez már nem csak egy ilyen valamiféle irodalmi emlék, egy régi legendárium, hanem valami más lett a számodra, ugye? Igen, hát ez mindennapos olvasmánnyá vált, és addig, amíg máskor tényleg nagyon sok könyvem volt, megvettem a boltba, addig talán el se tudtam aludni, amíg ki nem olvastam. Ezek a könyvek többé nem jelentettek a számomra semmiféle értéket, és azóta sem. Én azóta nem olvastam ilyen romantikus legényeket, meg semmiféle pöttyös könyvet. Pöttyös könyvet, vagy éppen mondjuk krimit az előtt se, de ott Orbágyon szóval minden elkezdett átalakulni, és tényleg egy megváltozott élettel jöttem haza, illetve hát az okkultizmussal kapcsolatban rálátással, és azzal, hogy hát eleinte mondjuk az első egy-két hónapban keresztény testvér bár mondta, hogy ugye meg kellene az otthonomat is tisztítani, de akkor azok még úgy értékek voltak számomra, azok a dolgok, amiket úgy hívta fel a figyelmemet, bár tudtam, de még nem volt erőm arra, hogy megszabaduljak tőle, de egyik este egy ilyen nagyon szép és nagyon értékes sámán szobor ugye a szekrény tetejéről elkezdett kiabálni felém, és egy ilyen nagyon rossz érzést töltött el. És akkor, persze lelki értelemben, igen, ugye, persze, nem persze, a szó fizikai persze, értelemben, persze, csak igen. Hogy ugye ránéztem, és úgy megbozongott a hátam, hogy valami nem jó. És akkor este tudatosan nekiálltam, és az egész lakásomat átnéztem, ami hirtelen eszembe jutott, és mindent összeszedtem. Az ezotérikus CD-ktől kezdve, azokon a könyveken keresztül, amikről úgy tudtam már, ugye a hét alatt, amikről úgy hallottam, hogy babonásághoz köthető szerencsepatkót, vagy éppen az elefántokat gyűjtöttem, az állóormányú elefánt, mert ugye az szerencsét hoz. Éneket mindent összeszedtem, amit tudtam, azt széttéptem, mert ugye, hogyha nem semmisítem meg, csak kidobom a kukába, akkor azt még más kiveheti, amit kellett, elégettem. Volt ez a szobor például, ez ébenfából volt, és egyszerűen nem akart elégni. Olyan nehezen lehetett begyújtani, hogy hihetetlen. Amit kellett, mondom, törtem, zúztam, de ilyen jó értelemben, hogy... És ahogy csináltam, egyre könnyebbé vált, és olyan volt, mintha megtisztult volna az otthonom, vagy jobb lett volna a levegő. Ilyenkor döbben rá az ember, ugye, hogy a kultúra címszó alatt mennyi minden ördögi dologgal lepnek el bennünket a környezetünkben. Egy-egy ilyen afrikai faragott, kézzel faragott, vagy távol-keleti valamiféle isten szobor, hát az egy kulturális érték, hát sőt, ha minél régebbi, ugye annál értékesebb, műgyűjtők vagyonokat fizetnek egy ilyesmiért, és közben az ördög köszönget ezen az ajtón keresztül, és próbál betörni, és be is tör sokaknak az életébe. És milyen érdekes, amit te mondtál, hogy a megtérésed követően
a Bibliát olvasva egyszer csak elkezdett tisztulni a kép, és megláttad azt, ami addig tetszett, ami addig szimpatikus volt, ami addig dísz volt, amivel addig jól érezted magad, most egyszer csak megláttad, hogy hú, hát ezt valaki ide becsempészte, aki nekem rosszat akar, és volt erőd ahhoz, hogy megtisztítsd, és milyen jól tetted, amit tettél, bár ettől a szótól, hogy könyvégetés, ettől ugye sokan irtóznak, hogy az miféle kultúrember az olyan, aki elégeti a könyvet, hát neki a könyv az Istene, nekünk pedig az Úr Jézus Krisztus, ami megváltónk, az Istenünk, aki rámutat arra, hogy bizony, az ördögnek is vannak könyvei, és azoknak jobb, ha az a sorsa, hogy mindjárt rögtön el is ég, és akkor nem fog soha többet senkinek kárt okozni, mert ezek a könyvek, ezek a szobrok, ezek a lelki jelentéssel bíró tárgyak bizony kárt okoznak embereknek. Örülök, hogy ilyen bátorságot kaptál. Hogyan vette észre a családi környezet, akik között akkor éltél, hogy valami változott benned? Észrevették egyáltalán? Hát észrevették, de megmondom őszintén, hogy akkor még ennek nem örültek. Szóval a megváltozott életemnek nem örültek, hiszen visszamentem önkéntes munkára, és testvéreknek hívtam a keresztényeket, és hogy mi az, hogy azok a testvéreid, hát itt van a te testvéred, szóval nem fogadtak lelkesedő örömmel, bár amikor hazamentem, akkor bocsánatot kértem a fiamtól, mert tudtam, hogy miket követtem el, és még a volt férjemtől is bocsánatot kértem, pedig elhagyott, és együtt élt egy másik nővel. De Isten az én bűneimet ott torbágyon felhozta, amiről a férjem nem tudott, mert nyilván azokat eltitkoltam, amit nem akartam, ugye, hogy rossz fénybe tüntessen fel engem. És úgy még el is gondolkodtam rajta, hogy hát mit gondolhatott, hogy na hát ő hagyott el, és együtt él egy nővel, és akkor én kérek bocsánatot, de nem beszéltünk erről soha. De azt hiszem észrevették a változást. Mondom, először nem volt pozitív visszajelzés, illetve nem is hitték el, hogy megváltozom, mert hogy nem ilyen voltam. Nagy volt a kontraszt. Igen. És aztán, ahogy telt múlt az idő, mit szólt ehhez a család? Azt mondták, hogy hát kicsit megbolondult ez a lány, de hát elhagyta a férje, hát nem csoda, hogy szegény bekattant, vagy kikattant, vagy rákattant erre a vallás dologra. Na de majd elmúlik, majd rendbe jön ez az asszonyka. Valószínűleg, hogy gondolhattak ilyenre is, de hát én akkor tele voltam tűzzel, de még ugye kezdő keresztény voltam, és hát ugye így választottam akkor is párt, ami hát nem volt egy jó döntés, de hát Isten kihozott belőle. Hát előfordul, hogy az ember mellé nyúl egyszer is, meg kétszer is. Aztán az életed zajlott tovább, növekedett a gyermek, és hát úgy tudom, hogy édesanyád is kezdett betegessé válni. Igen, közben édesapám elhunyt, de én akkor már ugye hitben jártam, és nagyon sokat imádkoztam érte, és teljes bizonyságom van azzal kapcsolatban, hogy ő is hazament, és utána édesanyám rá 2 évre elkezdett betegeskedni, és hát ágynak esett tulajdonképpen, és a bátyám, aki végig gondozta őt, az nem engedett anyuhoz hozzáférni. Bátyámnak nem volt családja, nem volt gyereke, és édesanyámat úgymond ki sajátította. Mert amikor ugye mondtam, hogy a bátyám gondozta, akkor kérdezték, hogy én hol voltam, meg hát nőlétemre, meg hát miért nem segítettem. Én próbáltam, de hát nem volt semmi jó, amit én tehettem volna, vagy tettem volna a bátyámnak. Úgyhogy ő gondozta. Aztán végül is az elmúlt évben, 2016-ban, hát visszaadta a Teremtőnek a lelkét, és Isten olyan kegyelmes volt hozzánk, hogy megengedte azt, hogy ott legyünk vele. Én soha nem láttam még embert meghalni, és láttam ugyan, hogy a volt apósom egy folyosó végén, egy elhúzott függöny mögött halt meg, de én ezt nem akartam magamnak, mert amikor Torbágyon hitre jutottam, és elkezdtem a keresztény életet, vagy a keresztény úton járni, akkor az a mondat volt, és van mai napig is a fejembe, és ez az én vezérigém, vagy ez az én vezérmondatom, hogy amit szeretnél, hogy veletek tegyenek az emberek, te is azt tedd velük.
és ezért fontos számomra az, hogy igazat mondjak, ezért fontos az, hogy hűséges legyek a férjemhez, ezért fontos nagyon sok minden, mert én is ezt szeretném kapni a másik embertől, és ahhoz, hogy kapjam, először nekem kell adni. Én szerettem volna ott lenni az anyukámmal, de féltem is, mert nem tudtam, hogy mi ez, meg mi lesz. És amikor hazamentem, akkor úgy került ő haza a kórházból, hogy a bátyám előtte is többször kívta a mentőt, de soha nem engedte elvinni anyut, mert azt mondta, hogy majd ő otthon megoldja. És meg is oldotta. Meg is oldotta. Mert rendkívüli módon szerette. Igen, ő olyan... Ugyan nem volt megtért hívő ember, még akkor sem. Igen. De az a szeretet, ami benne volt, az az isteni szeretet volt, ahogyan szerette az édesanyját. Igen, igen, hogy mindent megtett érte, és nem engedte elvinni. De azzal, hogy tüdőgyulladás gyanúval már bekerült, és nem kapott levegőt, ugye ezzel már nem tudott mit kezdeni. Nem tudott mit kezdeni azzal, hogy nem tud oxigént adni az anyunak. És akkor bekerült, és akkor én már gondoltam azt, hogy ez már nem lesz jó vége, mert hogy 87 évesen tüdőgyulladás gyanúval a kórházból már nem nagyon szoktak hazajönni az idős emberek. Én sokat bejártam hozzá a kórházba, de az előző években is én nagyon sok keresztény iratot adtam, amíg tudott, olvasott, keresztény zenét hallgattattam vele, hallgattuk együtt, imádkoztunk, voltak kedves történetek, amiket mindig felolvastam neki, és én tudom, mert befogadta Jézust a szívébe, és ott a kórházba is rákérdeztem, hogy anyu ott él a szívébe Jézus, és akkor azt mondta, hogy igen, mondom, akkor nincs mitől félnie, mert csak megy apu után, és vár bennünket, mert hogy én úgy gondolok a halálra, hogy az egy kettős pont, az nem a vége az útnak, hanem egy másiknak a kezdete, hogy a szeretteink előre mennek, és mi követjük őket, majd találkozunk velük. És ugye jött ez, hogy ugye egyre rosszabbul volt anyu, és a bátyám minden nap, de rengetegszer betelefonált, és már nagyon unták a nővérek, az orvosok szinte bujkáltak előle, mikor ő bement, és mivel fertőző osztályon volt, ugye napi 2 órát lehettünk csak vele, nem tudtunk rajta segíteni, nem tudtuk úgy ápolni, mintha nyitott lett volna az osztály. És elért a bátyám ezt, hogy hazaadták. Olyan állapotban, hogy már se enni, se inni nem tudott, de ez kellett ahhoz, hogy otthon legyen velünk. És még injekciós tűvel próbáltuk itatni, hogy valami folyadék legyen benne, és az már a második éjszaka volt, amikor anyu otthon volt, hogy nem aludtam semmit, és ugye amikor elmentem boltba, azért úgy gondoltam rá, hogy de jó lenne, ha közbe, mert akkor mégis akartam, és nem is, vajuttam, és vívottam, hogy most ott legyek, ne legyek, de Istennek hála, hogy szombatra virradó éjszaka egyszer csak hallottam, hogy már nem vesz levegőt, és amikor oda mentünk a testvéremmel, akkor lehelte ki az utolsó lehelettel, ugye, akkor adta vissza teremtőjének a lelkét, és akkor felszakadt bennem egy sírás, hiszen megvan a helye a sírásnak is, meg az örömnek is, ugye azt mondja a Biblia, hogy nem szégyen az, ha sírunk, még keresztényként se. A Prédikátor könyvének a 3. része, ahol arról beszél Isten, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt, és akkor ott beszél az építésről, a rombolásról, az életről, a halálról, a sírásról, a nevetésről, a táncról, és a többi, és a többi. Igen, és akkor tényleg én is úgy sírtam, mert hogy a tehetetlenség az, hogy azért mégiscsak ugye el kellett engedni, de utána megnyugodtam, mert hogy tudtam, hogy jó helyre megy. Bizony. Tudtam, hogy jó helyre ment, és ez engem azóta is békességgel tört el, nem estem kétségbe, nem voltak azóta se síró gölcsei, most is úgy tudok erről beszélni, hogy tényleg elengedtem, és tudom, hogy jó helyre ment. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megadta nekünk. És hát, hogyha visszatérhetünk a magánéleti szektorba, egy kicsit a nehézségek után jött valami, ami könnyebb lett? Igen, hát Isten megajándékozott egy olyan társal, egy olyan férjel, akivel úgy ismerkedtünk meg, hogy egy társ közvetítőn, és én Rút könyvét tettem fel az internetre, és azt az ígért, hogy ahová te mész, én is oda megyek, ahol te laksz, én is ott fogok lakni, ahol meghalsz, én is ott fogok meghalni, ott temessenek el engem is,
csak a halál választhat el tőled. És erre a szentírási szövegre keresztény válasz jött, és én akkor gondoltam azt, hogy hát ez a férfi, ez jár a hit útján, nem ismeretlen fogalom számára az, hogy Bibliát olvasni, és hogy abban a reményben, hogy egy keresztény férjhez, egy boldog házasságba megyek, így mentem férjhez. És hát a férjemmel sokat olvastuk együtt a Bibliát, az útmutatót, keresztény iratokat, jártunk, vagy járunk most is úgy rendszeresen templomba, gyülekezeti alkalmakra, és ezt így együtt könnyebb megélni. Bizony így van. A hit az egy közösség valójában. Azt nem lehet egyedül, úgymond Robinson módjára egy szigeten megélni, hanem arra szükség van egy közösségre. És hát, tudom, hogy jártok is közösségbe, meg közösségekbe is, inkább mondhatjuk így. Hallottam, hogy létezik egy ilyen református kurzió is, és úgy tudom, hogy nemrégiben együtt is voltatok egy ilyenen. Igen, ősszel volt egy ilyen alkalom. Hány napos? Hát csütörtökön kezdődik, és vasárnap ér véget. Mondhatjuk úgy, hogy ez egy olyan, mint egy csendes hétvége. Igen, olyan, mint egy csendes hétvége. Elnézést. Tessék, csak nyugodtan. Jaj, csak a tüsszentés. Csavarta a tüsszentés. Igen, a tüsszentés. Hát emberek vagyunk természetesen. Igen, igen. Hogy ez olyan, mint egy csendes hétvége, bár sokkal másabb, mint a Biatorbágyi, mivel ott is voltam, meg itt is azért össze tudom hasonlítani, ez teljesen más, és ez egy nagyon felejthetetlen alkalom. Ezt csak ajánlani tudom mindenki számára, hogy esetleg, ha van lehetőség, akkor próbáljon elmenni, és tapasztalja meg azt, amit ott kap. Hát Istennek hála, ketten el tudunk menni a férjemnek, és az is egy nagy ajándék, amikor egy ilyen héten ott tud lenni mind a két fél. Nagyon igei, nagyon olyan, hogy feltölti az embert, és nagyon, nagyon boldog voltam, amikor ott voltam, meg azóta is. Bizony így van, amióta az Úr Jézus Krisztus beköltözik az ember szívébe, azóta egy ilyen oldhatatlan boldogság vesz erőt rajtunk, amitől kicsit bolondnak tart bennünket a világ, hogy érnek gondok, bajok, terhek, mert hát mindenkit ér, ahogyan az imént ugye Ilu beszéltél, édesanyád elvesztéséről, az ő ápolásával való kapcsolatos nehézségekkel, amit nem vidám dolgok, és mégis tud az ember boldog lenni, és egy ilyen belső békesség, egy belső nyugalom ott van az emberben, amit nem veszíthet el soha sehol, és mondhatom, hogy történjen bármi, olyan ez, mint Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy aki házat épít, hogyha sziklára építi, akkor jön a vihar, fúj a szél, de az a sziklára épült ház, az bizony ott marad, és nem rendül meg, mert biztos alapon áll. És ilyen nagy keresztény hívő ember, vagy mondhatom úgy is, hogy keresztjén hívő ember, a keresztjén meg a keresztény az valójában ugyanaz, csak az egyik az a nyugati, a másik a keleti oldalról érkezett a hazánkba, és a szláv nyelvterületen, ott, ahol kicsit lágyabban ejtenek dolgokat, ez a keresztjén hangzás, ez onnan jött. Na de egy kis ismeret bővítés után azért térjünk vissza a hit dolgaihoz valójában, és azóta is akkor nap mint nap olvasod a Szentírást, imádkozol. Van esetleg szolgálat is, amiben Isten beleállítgat? Hát nekem ezek az evangéliumi kiadványok azok, amikkel léptennyomon használ az Úr. Ezt egy ilyen küldetésnek tartom, hogy léptennyomon alkalmas és alkalmatlan időben, ahogy mondja a Biblia, terjesztem az evangéliumot, hogy sokat szoktam utazni, és ugye az utazásaim során én nem tudok másról beszélni, mint Jézusról. Én, ha valakivel leülök a buszon, akkor biztos, hogyha elkezdünk beszélgetni, akkor a harmadik, ötödik mondat már ide terelődik egyszerűen. Én nem tudok másról beszélni. Hát életünk legfontosabb kérdése, igen, és igen. Aki mellettünk ül, esetleg még nem tudja, hogy az ő életének is ez a legfontosabb kérdése, hogy igent mondjon egy Krisztustól jövő kérdésre, hogy akarsz-e velem élni, kérdezi meg tőle Krisztus, igen. És erre jó lenne, ha igent mondana.
Hát végül is, ha belegondolunk, a te hited is így indult el, hiszen egy barátnőttől kaptál egy evangéliumi iratot, mondjuk az egy Biblia volt éppen, de ezek a kis traktátusok, ezek a kis egyszerű történetes, olvasni valók is nagyon jól oda vezetik Istenhez az embert, és adják az evangéliumot. Van olyan, hogy valakivel esetleg hosszabb idő után is sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy volt ilyen? Hát vannak keresztény testvérek, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot. Hát ugye az internet kinyitotta a világot mindenki számára, és ezt lehet jó célokra is használni, meg lehet rosszakra is. Hát én igyekszem jó célokra használni, illetve hát kifejezetten megkérem a világismerőseimet, hogy olyan tartalmú küldeményeket ne küldjenek, amik számomra fájdalmasak, vagy éppen nem elfogadhatók. Ebből volt olyan is, hogy azóta nem ír, de ez engem kevésbé érdekel, mert megírta, hogy mert te nem ilyen voltál. Hát ebből tudom, hogy megváltoztam, mert hogy ő nem erről ismer, vagy nem erről az oldalamról, de végül is így akkor nem kaptam már meg ezeket az iratokat, de az interneten is nagyon sokat evangelizálok. Szóval találok valami olyan írást, ami tényleg arra méltó, hogy továbbadják, akkor azt feltétlenül, úgyhogy nagyon... Tanúsíthatom, én is kapok tőled bőven. Rendszeresen. Igen, viszonylag úgyhogy, rendszeresen így van. Igen, mert én tévét nem nézek, már évtizedek óta nem volt előfizetésem se, most sem, mondjuk egy természetfilmet, vagy értékesebb műsort azért megnézek a tévébe, most gondolom, hogy nem lehet mondani, hogy mit, mert az reklám lenne, úgyhogy ezt nem mondanám, de ilyen komoly zenével kapcsolatos, vagy éppen a nép zenével kapcsolatos dolog olyan, amit nézek, de interneten szoktam keresztény filmeket nézni, vagy hát ott olvasok ilyeneket, és hogyha találok valami nagyon jót, vagy nagyon jó bizonságot, akkor, mint ahogy neked is elküldöm, küldöm mindenkinek. Hadd kérdezzem meg így a vége felé, kedves Ilu, hogy hát volt egy régi Ilu, aki szerette a vigalmat, a táncot, a bulizást, és most van egy másik Ilu, aki szereti Jézust, a Bibliát és a keresztény dolgokkal való foglalatosságot. Hát ez két teljesen külön ember, és te mind a kettő te vagy, valami csoda folytán voltál is, meg vagy is, meg benned is él, a régi is, meg az új is. Hát lehet föltenni egy ilyen kérdést, hogy melyik jobb? Hát természetesen, hogy az új, a megváltozott, hiszen volt azért olyan, hogy elcsüggettem, vagy volt az életemben olyan, hogy a hitem megingott, vagy nem. Szóval ez minden ember életében van, én úgy gondolom, meg hát nehézség is van. Hát ez most nem azt jelenti, hogy felelőtlen a házasságom, vagy az életem, hiszen vannak problémák, meg nehézségek, de Jézussal minden más, és nincs más lehetőség, mint hogy visszatérni hozzá, akármennyire is az ember, mert volt olyan, hogy nem olvastam a Bibliát. Napokig nem tudtam, vagy ha olvastam is, nem jutott el az agyamig, vagy... De akkor olyan állapotban voltam, de utána mégis Isten visszavezetett, és újra az volt bennem, hogy de igenis, nincs más lehetőség. Csak ő tud segíteni, és csak ő az, aki meg tud erősíteni. És hogy vele minden könnyebb. Szóval sokkal hamarabb átkerül az ember a nehézségeken. Mert a világi embernek is van, csak neki nincs ki bekapaszkodnia. Nekünk meg ő az áramforrás. Egyszer hallottam egy olyan példázatot, hogy Istent úgy kell elképzelni, mint egy troli. Ugye én vagyok a troli, Isten meg az áram felvevő forrás. Ugye, hogy ha nem csatlakozom rá, akkor nem fogok elindulni. De hogyha felcsatlakozom az áramforrásomra, akkor fogok tudni működni. És ilyen Istennel való kapcsolatunk. És én nagyon hálás vagyok neki. És mennyire jó ez a példázat, most az jutott eszembe egy kis huncut trükkel, hogy hát hogyha a troli letér arról az útról, hogy már az áramszedője nem éri el a felső vezetéket, már nem kap áramot, akkor még a belső akkumulátorok egy ideig ellátják árammal, és még azt hiszi boldogan víga, hogy na hát én még azért csak vagyok egy troli, de hát aztán egyszer csak kifut a világból, és akkor véget ér, és valahol megáll talán egy szántóföld közepén, és ott már nincsen, aki életet leheljen bele, onnan már csak vontatni lehet, vagyis kényszerintézkedések történnek az ember életében, és hát bizony van ilyen a keresztény ember életében is, hogy,
hogy azt hiszi, hogy hát én nekem már nagyon megy. Van egy ilyen ige, hogy vigyázzon, aki áll, hogy meglássa, hogy el ne essék. Úgyhogy azért bizony nekünk nagyon szorosan kell ragaszkodni és kapaszkodni a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, az élő Jézus Krisztushoz, és ezt üzenem a televízió nézőknek, kedves nézők, nekünk élő Jézus Krisztusunk van. És ez a műsor néhány nappal a húsvéti ünnep után készült, és készül pontosabban, de hát önöknek már majd ez nyilván múlt idő lesz, amikor tetszenek látni. És milyen jó volt nekünk most húsvétkor emlékezni arra, hogy nekünk egy feltámadott Krisztusunk van. És milyen jó emlékezni arra, hogy vannak olyan tájékai, akár az országnak, akár külföldön élő emberek, akik ilyenkor úgy köszöntek egymásnak, hogy Krisztus feltámadott, mert ennél nagyobb örömhír egyszerűen nincs, nem létezik, mint az élő Jézus Krisztus. Tehát nekünk van egy megváltónk, aki meghalt a kereszten, de nekünk van egy élő Krisztusunk, aki már nem volt a temetés helyén, benn a barlangban, hanem bizony felment az Atyához a mennybe, és mégis itt van velünk, és mégis itt van bennünk, és mondhatom azt is, hogy általunk is ebben a világban. Ugye, Ilu, általunk is itt van Jézus a világban. Elnézést, csak közben vizet ittam, és félre szabad. Igen, Jézus él, és bennünk, és általunk. És megkönnyezted. Igen. Ha másért is, és máshogyan is, de meg kellett könnyezni. Jézus nevét igen. Mindig megkönnyezzük. Hol lélekből, hol kényszerből, hol a kettő együtt, mint ugye itt is, most is. Szeretnélek megkérni, hogyha vállalod, akkor egy közös imádsággal befejezhetjük ezt a műsort. Feltéve, ha nincsen valami még, ami eszedbe jutott, amit szívesen elmondanál, valami csoda történet esetleg, amit a nézők örömmel érthetnének, éreznének át. Most pillanatnyilag úgy nem jut eszembe semmi. Hát ez is egy csoda. Minden ember megtérése egy csoda, és hogy te, igen, aki egy más világban éltél, és más világban nevelkedtél, Isten mégis megszólított, elhívott, és lakozást vett benned, ahogy az egyik énekben énekelünk egy ilyen szóhasználattal, hát ez már egy nagy csoda. Igen, és az is nagy csoda, hogy most én itt vagyok, és bizonyságot tehettem az Úr Jézus mellett. Imádkozzunk? Igen. Szerető mennyei atyám, hálót egy szívvel állunk meg most a te színed előtt. Köszönjük, hogy láthatatlan résztvevője voltál az életünknek, és most is itt vagy közöttünk, hiszen azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy. Köszönöm, hogy te már akkor is ott voltál az életemben, amikor még semmit nem tudtam rólad. Te voltál az, aki megmentettél a születésem pillanatától kezdve, oly sok alkalmon keresztül. Áldalak, dicsőítelek és magasztalak, és köszönök, Uram, mindent, amit tőled van és ami tőled jött. Köszönöm az örömteli és a boldog pillanatokat, és köszönöm a nehézségeket is, hiszen ezeken keresztül tanítottál és neveltél. Áld meg, Uram, azokat az embereket, akik keresnek téged, és köszönjük, Uram, azt, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Köszönöm Jézus nevében, hogy meghallgatsz minden kimondott és kimondatlan imádságot. Amen. Amen. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a te halálod minden ember bűnéért elegendő áldozat, és köszönöm, hogy ez mégis ennyire egyéni és ennyire személyes, mint Ilu életében is most, ahogyan hallhattuk. És köszönöm, Uram, hogy megszólítod az embereket, és lakozást veszel a szívükben, és hogy új értékrendet, új gondolkodásmódot is készítesz, és köszönöm, Uram, hogy már ezzel a gondolattal, ezzel az érzésvilággal, ezzel az értékrenddel lehetünk a mi betegeinknek a szolgálatában, és vezethetjük át akár a halálon is te hozzád őket. Köszönöm, Uram,
hogy vannak betegek, akik meggyógyulnak, és könyörgöm is értük. Annyiféle betegségben beteg a mi népünk, lélek és test szerint, és köszönöm, Uram, hogy megtisztítod az életünket a Te igéddel, a Bibliával. Így kérlek, Uram, ezért a magyar népért adj nekünk szabadulást, az okkultizmus, a sokféle keleti praktikának a gonoszságából, az ördögi megtévesztésből, az eltéveítésből, a természet gyógyászatnak az okkult részeiből. Könyörgünk szabadulásért, és könyörülj, Uram, országunkon, vezetőinken, népünkön, egyen-egyenként, személyesen is, mindannyiunkon, hogy együtt dicsőíthessünk majd odafent a mennyben téged, hálát adva Jézusért, kereszten kiomló véréért, feltámadásáért, a benne való élet öröméért dicsőítünk és magasztalunk. És elismerjük, hogy Te hatalmas és mindenek felett való Úr vagy, aki mégis alázatos és szelíd. Köszönjük Neked, és szeretnénk mi is ilyenek lenni, és úgy élni, ahogyan Ilunak a vezérigéje volt, amit tehát ő szívére helyeztél, hogy ne tégy másnak olyat, amit nem vársz el mástól magadnak, hogy így jelenítsük meg a Te szeretetedet ebben a világban embertársainknak, az ő örömükre, az ő szabadulásukra és a Te dicsőségedre. Jézus nevében, mennyei Atyám, a Te fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves nézőim, ilyen csodát tud tenni egy Biblia, mikor az ember egy hitetlen környezetben felnőve, mégis más értékrendet kapva találkozik Isten ígéjével, és ez az ige megszólítja őt, és az ige vezeti őt, és az ige elviszi őt olyan helyre, ahol a szívére beszélnek, ahol meggyógyul az ő élete, amelyről nem is tudta addig, hogy beteg, és lesz egy egészséges lelkileg és testileg. Kívánom minden kedves televízió nézőnek, hogy keresse meg otthon a Bibliát, vegye le a polcról, és ne az elején, a Mózes első könyvénél csapja fel, hanem inkább valahol az Új Szövetségnél keressen egy könyvet, és olvassa el valamelyik evangéliumot, és imádkozzon, és keressen gyülekezetet, keressen testvéreket, keressen olyan helyeket, mint amilyen Biatorbágy, az ország sok részén van ilyen, keressen megfelelő tanítókat és tanítást. Nem olyat, ahogy a Szentírásban mondja Isten, hogy viszket a fülük, és ezért olyan tanítókat keresnek, akik úgy beszélnek, hogyan azt ők hallani akarják, hanem nem viszket a fülünk, hanem vágyik a szívünk az Isten iránt való tanításra, ahogyan Ilunak is vágyott a szíve. Nagyon szépen köszönöm a bátorságodat, hogy mindezeket elmondtad, és vállaltad itt országvilág színe előtt. Isten dicsőítetted meg ezzel, és kívánom továbbra is az ő áldását életedre, férjed életére, közösségetekre, hitben való növekedésetekre, és köszönöm a nézők figyelmét is. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Isten áldjon meg mindenkit. Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra!